Egy csikorgó januári napon Helena Hartikainen átélte az ébredést. Az eset önmagában véve nem különös. Ebben a nagy kiterjedésű erdei faluban öt szekta működött, amelyek szívós előörsök módjára igyekeztek visszaverni a sátán támadásait, bármilyen irányból is jöttek. Itt sokan mások is átélték az ébredést, mégpedig több ízben is hiszen a szekták természetéhez az is hozzátartozik, hogy a kísértővel szemben érzett mélységes ellenszemben kívül erősen bizalmatlanul nézik a többi szekta tanításait. Így keletkezik a küzdelem a lelkekért. Ilyenkor egyáltalán nem haboznak a saját kávézó kompániájukba csábítani a másik áramlathoz tartozót. Együtt akarnak utazni a szomszéddal az ég nagy aranykapujához. Így aztán ebben a faluban is megtörtént, hogy akadtak olyan emberek, akik több ízben is átélték az ébredést. Még olyanok is voltak, akik megérték mind az öt lehetséges ébredést. Ezek úgy sodródtak egyik csoportból a másikba, mint eleven vándordíjak, az szerint, hogy mikor melyik szekta bizonyult lelkileg erősebbnek. Hartikainen asszony ébredése tehát nem volt különös esemény csupán természetében és színhelyében tért el a többitől. De vajon nem mellékes az a körülmény, hogy mikor és hol éri utol az embert az öntudata? Hartikainen asszony ugyanis a folyó jegén vágott léknél a mosott ruhát öblögette. Az egész előző napon Heikkinenék szalunájában küszködött a havi nagymosással, és most már az öblítésnek is a felénél tartott. Egyszerű házi munka volt, és egyszerűek voltak az eszközök is erős csákány állt a jégben, Hartikainen asszony bal oldalán pedig ormótlan vízi szánka. A rajta lévő kosárba dobálta a kiöblített ruhadarabokat. Minden ismerős és megszokott volt, mert Hartikainen asszony híres mosónő volt, akivel még a templomos falu uraságai is mosadtak. Hartikainen asszony éppen kiegyenesítette a hátát, amely ebben a korban már megmegmerevedik. Javában töprengett az otthoni dolgokon. Ugyan mit csinálhatnak a gyerekek a zselérkonyhóban? Vajon józanul jön haza a férje a templomos faluból, és megfőzi -e az étket a porontyoknak? Még az éj leszállta előtt, haza kell érnie, hogy megnézze, megvannak-e otthon. Ekkor Hartikainen asszony úgy hallotta, mintha a közeli part erdei fenyői valami furcsa módon zúgni kezdtek volna. Hirtelen megfordult, és odanézett de semmi szokatlant nem látott, csak helykinenék szauna partját, amely éppen olyan volt, mint az előtt. Hartikeinen asszony minden esetre még hallgatódzott. Vajon csak a füle zúgot, vagy pedig valóban történt ott valami? Apró, vékony asszony, aki hat gyermeket szült, és megszokta a gondolatot, hogy a szegénységtől nem lehet hirtelen rohammal megszabadulni, hanem a legjobb esetben is csak csendes, kimerítő állóháborút lehet folytatni ellene. Talán kissé fázott is Hartikainen asszony, de nem vette észre. Túlságosan jó ismerősök voltak egymással ő és a hideg, sem hogy ügyet vetettek volna egymásra. Csendesen fújdogált a szél. Pontosan ekkor történt az ébredés. Egy haragos hang, amely mintha a szíve mélyéről jött volna, vagy annak a legmagasabb erdei fenyőnek az ormáról, szigorúan megszólította. a Hartikainen igen, felelt rémülten Hartikainen asszony. A haragos hang, mintha nem is hallotta volna, fenyegető szavakkal folytatta. Helena Hartikainen, még meddig kapálódzol az én akaratom ellen? Nem tudom, ijedezett Hartikainen asszony, mérhetetlenül megrémülve. A haragos hang tovább beszélt. Helena Hartikainen, ide hallgas, ha én beszélek. Én jobban ismerem tetteidet és viszontagságaidat, semmint sejtenéd. Sőt, én még jobban tudom, mint amennyire magad emlékezel rájuk. Akarod, hogy kisé fölemlegesen viselt dolgaidat? Tizenkét éves korodban Iszo mehkölébe kerültél a fejű lányok mellé. Ugye így volt? Látástól vakulásig gürcöltél, amikor még a népiskolába kellett volna járnod. Így aztán a konfirmációra bocsátásod is kétségtelenül inkább a jó szerencsén múlt, semmint a drága keresztjén tanításban való jártasságodon. De a munkát igazán derekosan elvégezted. Ettől függetlenül még arra is futott az idődből, hogy bálozni menj. Ezt nem is lehet rosszallani, mert minden fiatalnak meg kell találnia az élettársát, és itt az erdőben hogyan lehetne másként rátalálni, mint polkát ugrándozva. Ezt a társadat bámész kaptad meg. A férjed most olyan, amilyen lusta és mindenben élhetetlen, kivéve az ivást és a szájjártatást, de a férjpiacokon a fejő lányok esélyei egyáltalán nem rózsásak. Bámész mégis mégiscsak kunyhót örökölt az édesanyjától, és ebbe aztán be is költöztetek. Hat gyerek jött, nem beszélve arról a kettőről, akit elvetéltél. Dolgozni azt tudtál, amint már említettem, és tudsz még ma is. Napszámosként bejártad a falvakat, mosónőként törted magad, és még a veszőhéjazásban is ragyogóan lepipálod lassú és lusta férjedet. Mindez érthető és bizonyos értelemben tiszteletre méltó is. Én csak egyet nem értek. Ez alatt a két évtized alatt hogyan elégedhettél meg azzal, hogy szakadatlanul ruhát öblíts a lék mellett, miközben hátsó feled az égre mered, ruhád pedig csuronvizes lesz, a kezed meg termed. Hiszen egyáltalán nem vagy valamilyen rabszolga vagy igavonó barom, akit bármilyen nehéz munkára befoghatnak. Élő ember vagy, és ez a mosás a lék mellett meghaladja az erődet, ahogyan meghaladja minden más nő erejét is, aki ezen a téli napon is a sötéten villodzó lég fölé görnyed, épp úgy, mint te. Most ide hallgas, amikor szólok és hozzád beszélek. Itt hagyod helykinenéknek ezt a havi nagymosását, és felkerekedsz, hogy vacsorát főz a gyermekeidnek. Aztán korán reggel hozzáfogsz, hogy az egész népnek hírül add az én tanaimat, mégpedig azt, hogy ettől kezdve egyetlen asszony se vállalja a gyötrelmes téli mosást, amelyet te ostobaságodban két évtizeden át végeztél. A hang a mélyén, vagy a legnagyobb erdei fenyő ormán elhallgatott. Hartikainen asszony se szó, se beszéd elindult. Nem nézett hátra, és egy szóval sem válaszolt helykinenik szolgálójának, aki csodálkozva bámulta a mosónő határozott mozgású lépteit. Hartikainen asszony elszántan felszette a fal mellől sítalpait, és botladozva, dülöngélve nekivágott az útnak, amelyről bizonyos idő múlva letért arra a csapásra, amelyet előző reggel tört a hóban. Mélységes céltudatossága sízett, mint általában az az ember, aki ismeri útjának célját. Amikor hazaért kunyhójába, a falnak támasztotta a síléceket, és belépett anélkül, hogy egyetlen szót szólt volna a gyerekekhez, akik marakodásukból felriadva távolabbra menekültek. Még akkor sem szólalt meg, amikor a gyermekek visszamerészkedtek a padló közepére, hogy folytassák civakodó zsivajukat. Hartikainen asszony mélységes haragot érzett. Anya szült a lány, hogy lehet ennyire ostoba, hogy nem fogja fel a lék mellett végzett mosás szörnyűségét, amiről azt hihetnük, hogy mindenki előtt világos. Még ő is, pedig meglehetősen okos nőnek tartotta magát. Miközben krumplit öntött a fazékba, és gyanította, milyen rédegen fogadja majd legalábbis néhány honfitársnője az ő kijelentését, Hartikainen asszony valóságos haragot érzett. Majd meglátják és meghallják. Végre valahára. Nem szándékozott kímélni sem önmagát, sem a többieket, ha a megvilágosodott igazság terjesztéséről van szó. A férje kölni víztől büdösen jött meg a templomból, és szokása szerint valami sületlenséget motyogott magában. Bámisz Kalle használható ember volt a száját illetően, lement azon minden ismert folyadék, és kijött belőle mindaz, amit a fülével hallott, vagy a szemével látott. Hartikainen asszony most egészen furcsa módon undorodott ettől a borotvált, rosszant embertől. Szívesen látta volna, ha a férje olyas valaki, akire rábízhatta volna gyermekeit az az asszony, aki megérte az ébredést, és ennek terjesztésére indult. De ugyan jó lett volna egy ilyesmire bámészkall A nevét is arról kapta, hogy kerülte a nehéz munkát, és könnyebb foglalatosság után nézett, ha ugyan egyáltalán nézett valami után, veszőhéjazás és ehhez hasonló munkák után. Csak haszontalanságokért tudott lelkesedni. Lám még most is ilyesmire törekedett, mert a fenekét akarta megpaskolni. – Hát te vagy! – förmet rá Hartikainen asszony. A fér rendületlenül folytatta a játékát. – No, no, ne haragudj! Van ott a templomnál, a drogériában megint egy új lány, olyan takaros, hogy még de semmi a mi lányunkhoz képest. Talán abba hagyhatnád a fecsegést, fortyant fel Hartikainen asszony. De örökké ilyen ocsmányságokkal állsz elő a gyerekek füle hallatára. Őj le és egyél. Te is éhes lehetsz már. A férfi a hangjáról érezte, hogy az asszony most a legdühösebb. Ha ennyire felingerült, semmi sem volt biztonságban. Évente néhányszor megesett, hogy ez a különben hallgatagnak ismert asszony kinyitotta a lepénylesőjét, és kitálalt mindent, ami csak eszébe jutott az utóbbi időben. A férje egyáltalán nem érezte felemelőnek az ilyen szóáradatokat. Bámész kalle, krumplit és disznóhúst tömött a szájába, és gonterhelten azon tűnődött, vajon az asszonynak sikerült-e észrevennie az ő kölni vízkészletét is. Ehhez olyan istentelenül jó szaglóérzéke érzéke volt, hogy csak nem behuny szemmel is rátalált, bárhova is rejtette. Miután telezabálta magát, a férfi valamilyen ürügyjel ki is osont, hogy utána nézzen a dolognak. Az üvegek ott voltak az istálóban. Kalle megkönnyebbülten felsóhajtott, és töprengett, mit tegyen, míg végül elhatározásra jutott a zsebébe dugta az üvegeket, felcsatolt a sítal plécét, és botladozva egy távoli fénypont felé indult. A tó másik partján egy szörű ember lakott, aki nem fintorgatta az órát, ha hozzájutott a vegyipar termékeihez. Hartikainen asszonynak keményen ökölbe a keze, amikor észrevette, hogy a férje eltűnt. Persze a tó másik partjára sízett a vásárfiával, és onnan majd csak reggel tér vissza, másnaposan, jajgatva. Hartikainen asszony ágyba dugta a kölykeit, és maga is nyugovóra tért. Kissé elhagyatottnak érezte magát, amikor arra gondolt, hogy a következő napon ott kell hagyni a gyermekeit és mindenét. Már-már megbánta egész elhatározását, és valami haragfélét ébresztett benne az a hang, amely ilyen parancsokat osztogat az embereknek. Nem volt más kivezető út, meg kellett keményíteni a szívét. Krisztus, meg sokan azok közül, akik az igét hirdették, nem töprenghettek azon, hogyan lenne jó, hanem csak azon, hogy mit kell tenniük. Miután megfőzte a reggeli kását, Hartikainen asszony készen is állt az indulásra. A férje még nem tért vissza, de majd csak hazakerül a maga idején csak nem elérzékenyült, és szerette volna megcirógatni a legkisebbek fejét a vállásnak ebben a pillanatában, amely csak nem ünnepélyesen áhítatosnak tetszett, de nem merte megtenni, hanem összeszedte magát, és ridegen kijelentette. Most ez az asszony útra kél, és akkor tér vissza, amikor haza kerül. Mondjátok meg, hogy apátok hiába sápítozik, ha esetleg elidőzöm. Ez kissé homályos magyarázat volt, és a gyerekek nem is értették. Azt hitték, az anyjuk a kenyérre valót megy megkeresni. De a férje bizonyára megérti. Ha nem fogná fel, hát itt vannak ezek a tavaszi napok a töprengésre és az elmérkedésre. Aztán meg Kalle magyarázatai sem szoktak világosabbak lenni. Így Hartikainen asszony ismét felkötötte a sítalpat, és átvágott a reggeli derengésben szürkülő erdőn egyenesen a templomhoz ment. Onnan az esperes lak felé vette az útját, ahol mindig a legnehezebb volt a nagymosás. Hartikainen asszony valahogyan azt tartotta legmegfelelőbbnek, ha az ige hirdetését annál kezdi, aki maga is igét hirdet. Hiszen majd meglátja, hogyan fog hozzá az alkalmazásához, bár az esperes most olyan, amilyen, jámbor, bagoly szemű ember, aki nem sokat ért az élet gyakorlati oldalához. Amikor az esperes lakhoz ért, Hartikainen asszony egyenesen a főkapun rontott be, és követelte, hogy engedjék be az espereshez, akivel aztán találkozott is, amint éppen hozzáfogott napi hivatalos teendőihez, a pipa és az utcára bámészkodáshoz. És mivel Hartikainen asszony mindig a tett embere volt, most is, amikor megkezdte a küldetését, teketória nélkül a dolog lényegére tapintott. Nem szégyelli magát, esperes úr. Az esperes meghökkent. Amint mondtuk, jámbor ember volt, és meglehetősen lassú felfogású. Ja, azaz, mit is mondott Hartikainen asszony? Hartikainen asszony szeméből tűz csapott ki. Arról a téli mosásról beszélek. Húsz évig voltam az esperes úr mosónője. A nyarakról egyáltalán nem is beszélek. Ezek úgy tűntek el a jobbféle szórakozásból, mint a többi mulatság is. De a téli mosásról beszélek. Tudja-e, Esperes úr, mi az, ha valaki arra a sorsra jut, hogy egész nap a jeges légbe öblítsen? Úgy ég ott az ember keze, mintha méreg marná, vagy láng égetné. És én elhatároztam, Esperes úr, hogy ez az asszony nem is vállal többé ilyen baromnak való munkát. Továbbá elhatároztam, hogy Finnországban egyetlen más asszony se vállaljon ilyen vesződtséges munkát. Mindezt el akartam mondani, hogy az esperes úr alaposan szégyelhesse magát. Jól lehet, Hartikainen asszonyt ismerték már arról az oldaláról, hogy haragjában csodálatra méltó szájasságról tett bizonyságot, most megdöntötte korábbi rekordjait. Kiöntötte mindazt a keserűséget, amely az évek során összegyűlt szívében lendületes tömör mondatokkal ecsetelte, milyen érzés a feketén villodzó lék mellé lépni, és félszemmel a teli ruhás kosarakat nézni. Hartikeinnén asszony megjegyezte, hogy ugyanilyen nyomorúságban élnek a pogányok is, akiknek mostoha sorsa miatt az esperes gyakran sajnálkozott szentbeszédeiben, és megkérdezte tőle, mit tudnak azok a szerecsenek például a hidegről. Hát az ő hazájukra nem az Isten fényes napja bámul le, mégpedig olyan erővel, hogy leperzselé a bőrt. És talán nem az a keserű igazság, hogy az itteni szegény asszony legfeljebb a szaunában kóstolhat bele ebbe a gyönyörűségbe, vagy még ott sem. És azokban a pogány országokban nem is gondamosás, hiszen ott az ember csak egy fügefa levelet borít az ágyékára. Ha mostanában valamelyik hittérítő esetleg nadrágot viselne, van annyira furfangos, hogy valamelyik meleg vízű forrásban mossa ki. Hartikainen asszony intette az esperest, hogy jussanak eszébe a finn zsellér asszonyok, mielőtt legközelebb idegen országok viszonyait ócsárolná szószékéről. Javítani való itt is akad. Ezt akarta Hartikainen asszony tüzes betűkkel az esperes szívébe vésni. Hartikainen asszony valóban kitűnően és gyorsan beszélt. A nehézkes esperes még csak ott tartott, hogy felkészült a válaszra, mikor észrevette, hogy Hartikainen asszony már elképesztően gyors iramban keresztül viharzott az udvaron. Az öreg ember nem tehetett egyebet, mint rágyújtott pipájára, és a maga akkurátos módján elmélkedni kezdett, milyen döbbenetes tettekre ragadtatja magát az ember, ha csak ugyan elmegy az esze mint ez a Hartikainen asszony is. Bolond is volt kétségtelenül, noha bolondságában fel lehetett fedezni az értelem szikráit. Az esperes azon töprengett, indokolta, -e, hogy telefonáljon a szociális titkárnak vagy a községi előjárónak, hogy vigyék ezt a szegény, ütődött asszonyt orvoshoz. De nem tudott végleges elhatározásra jutni. Hartikainen asszonyban viszont már az előző napon megérett az elhatározás. Az esperesnél tett látogatás mindenképpen élénkítő hatást tett rá. Így kell az igét hirdetni, nem pedig úgy, mint az esperes, kényelmesen és lustán. A gonosznak a gyökerére könyörtelenül kell lesújtani. A délelőtt azzal telt el, hogy Hartikainen asszony felkereste és megszitta mindazokat az embereket, akiknél éveken át, mint mosónő dolgozott céltudatosan teljesítette vállalt feladatát. A szolgabírónál kezdte, és a szociális titkárnál végezte, aki nem volt úr, aki nem volt semmi, csak a saját falujának szülötte, de akinek a felesége mégis másokkal mosatott, mint valami nagyságos asszony. Hartikainen asszony rájött. A legjobb, ha ugyanúgy jár el, mint az esperesnél, úgy tesz, mintha nem hallaná a másik ellenvetéseit, és csak a saját szövegére szorítkozik. Így rontott rá, aztán mennydörögve számos békés otthonra, mint valami szélvihar. Oda kiáltotta a fontos mondani valóját, és nem hagyva időt a másik félnek, hogy kinyissa a száját, már is távozott. De mivel sokan voltak, akiket össze kellett szidnia, a nap már jóval túljutott a delelőn, mielőtt a hadüzenet minden illetékesnek a tudomására jutott volna amikor lehorta a szociális titkár feleségét, aki azelőtt a szövetkezeti boltban dolgozott, mint elárusítónő, Hartikainen asszony erős éjségre és kávészolmira ébredt. Ezért be is tért Miettinen asszony kunhójába, és onnan kunyerált kávét. Kenyeret és hurkát hozott magával otthonról. Miután élvezte az evést és a kávé ivást, Hartikainen asszony tüstént készen állt, hogy csúnyán lekapja Miettinen asszonyt, aki Épp úgy, mint ő, esztelenségében azzal tékozolta el az életét, hogy a léknél ruhát mosott. Miettinen asszony tátott szájjal hallgatta ezt a nem várt ige hirdetést. Eddig okos embernek tartotta Helena Hartikajnent, de lám most ennek is elment az esze. – De akkor hová jutok én? – kérdezte Miettinen asszony, amikor a prédikátor szövegében lélegzett vételnyi szünet mutatkozott mármint akkor, ha felhagyok a nagymosással. Mindegy, hogy hova jutsz, jelentette ki ünnepélyesen Hartikájnen asszony. Úgy sem ért sokat az életed, de a léghez nem menj, még ha a községi otthonba is kerülnél, akkor is maradj távol a légtől. De miettinen asszony túlságosan fájdalmasnak érezte ezt a követelményt. Neki sem voltak ugyan felemelő gondolatai a léknél végzett mosást illetően, de a megélhetés mégiscsak megélhetés, és talán hagyja, hogy mindenféle ütődött ember eltántorítsa szokott életmódjától. Itt most fontos kérdésekről van szó. Így aztán miettinen asszony is szabad utat engedett a maga beszélőkéjének. Még mielőtt egyikük is számot adott volna magának, már igazi szópárbajt vívtak egymással, amely azzal fenyegetett, hogy közel harcá fajul. Hartikainen asszony elvesztette ezt az első igazi diadalát, mert Miettinen asszony szilárdan állt a maga talaján, amely nem ingott megalatta. Amikor Hartikainen asszony haragosan hadonászva kiment az útra, hallhatta maga mögött Miettinen asszony csúfondáros és diadalittes hangját. Így a sátán akarva, nem akarva is megrontja a hitetlen embert. Hartikainen asszony már akkor megharagodott önmagára, amikor ott fújtatott. Nyilván még sokat kell tanulnia új pályáján. Most is elkezdte az ige hirdetését a mosónőknek, noha meg kellett volna elégednie délelőtti tevékenységével a munkadok körében. Okosabb lett volna kipéhennie a fáradalmait, és Miettinen asszonynál töltenie az éjszakát, ahogyan szokta, amikor a templomban maradt. Most legalább egy hétig semmi keresni valója sem volt ebben a kunyhóban. Miettinen asszony bizony azok közé tartozott, akik a legtovább tartották a haragot, és nem felejtették el az elszenvedett sértést. És a rövid télinak már estbe hajlott. Hartikainen asszony tovább botorkált, s dühös volt miettinen asszony szűklátó körűsége és saját lobbanékonysága miatt. Jó néhány óra eltelt, mire észrevette, hogy már csak ugyan beesteledett, és messzire elkerült a templomos falutól. Szerencséjére az út mentén talált egy megfelelő külsejű konyhot, ahová betért, hogy éjszakai szállást és ennivalót kérjen. Miután sózott hallal és hideg krumplival elverte az éhét, egy-kettőre elnyomta a fáradtság, de reggel már fürgén érdeklődött. Van-e a kunyhóban mosónő? Talán szükség volna rá? kérdezte a gazda, egy öregedő ember tréfát keresve. Igen, a gazdaszony nem jár mosni? Hiszen a magamét sem győzöm panaszkodott a kérdezett. Itt már csak nem belefúlunk a piszokba. Most a szaunában valamit septében kilögykölök, de a ráumám miatt nem mehetek a léghez. Tiszta ruhát csak onnan lehet kapni. Hartikainen asszony a kunyhóbeli öregeknek lángoló prédikációt tartott a lég mellett végzett mosás ellen. A házbeliek elképedve és szemlátomást kelletlenül hallgatták. Hartikainen asszony érezte, hogy szavai nem keltettek valami nagy hatást ezekben az egyszerű emberekben a hírnököt egyáltalán nem fogadják mindig újongó öleléssel. Amikor kibotorkált a nyírkós, borongós reggelbe, hallotta, amint a gazda ezt mondta a feleségének. Micsoda kelekótya ez is, talán a niúvából szökött meg. És az asszony nyekergő hangon helyeselt. Onnan bizony, onnan, furcsa mód megszédül egyesek feje. Hartikainen asszony már-már visszafordult, hogy erőnek erejével megmutassa, vajon a niúvából bocsátották el, vagy mi. De aztán eszébe jutottak a sílécek, amelyeket az espereslak falánál sikerült felejtenie. Most nagyon is szüksége lett volna rájuk. És gondolatai a sílécekről önkéntelenül a hazavezető út és a kunyhó felé szálltak. Ugyan mit csinálhatnak ott azok a szegény gyerekek? de megkeményítette a szívét, és arra gondolt, hogy éhen talán mégsem halnak, hiszen a veremben van krumpli, a pitvarban pedig több, mint fél zsáknyi liszt. Majd csak főz valamit az a kalle, ha már egyszer nincs kedve az erdei munkához. És ennek is ő az oka, miért nem tud megmaradni a fűrész mellett. Hartikainen asszony még magabiztosabbnak érezte magát ige hirdetésének helyességét és jelentőségét illetően. Így született, és így terjedt el a többi nagy ügy is. Az eszme először az egyén fejében villan fel, és innen kapják aztán a lökést a többiek is. Lelki szemével látta azt a hatalmas fákját, amelyet az ő szózata gyújt majd a világon. Sőt, még a szegénység szomorkás érzése is belopakadott a szívébe, amiért ügye bizonyos értelemben korlátozott volt. Nélkülözte a siker lehetőségeit a világ távolabbi részeiben. De hiszen elég lesz ez így is. A fákját Finnország sötét erdői fölött kell meggyújtani, fényesen és messze ragyogó. Az asszony népség majd feléje fordítja arcát, és meghallgatja Hartikainen asszony üzenetét, amelyre ki tudja, mióta vártak már az emberek a nyomasztó Soha többé senki se menjen az öblítő léghez. Édes, kellemes őrültség lepte meg Hartikainen asszony elcsigázott lényét, amikor menet közben ezekre gondolt. Meg hogy mennyire megáldották, hogy ezt a nagy üzenetet megvigye az egész nemzetnek. Így vándorolt lendületesen határozott léptekkel világmegváltó, szenvedélyes útján, amelyen sohasem hiányoztak és nem is fognak hiányozni a vándorok. Belőlük mindig van elég. Felemelő érzés is az, ha az ember megáll egy pillanatra és elgondolkodik a felett, miként terjed a szó, az egyik könnyedénkering az egész földgolyó körül, elektromos hullámok hátán, a másikat kisebb keretben közzéteszik az újságok keskeny hasábjain, vagy gyűléstermekben hirdetik ki, pislákoló olajmécsesek világánál, de leggyötrelmesebben a meggyötört emberi szív rejtekén hordozzák végig a behavazott utakon, ahol csak a komor fenyő óriások kísérik figyelemmel a görnyet hátú hírnök vándorlását. Hartikainen asszony üzenete bizony a legegyszerűbbek közé tartozott, de rendkívüli hívvel hirdette. Asszonyok, ne menjetek az öblítő léghez, nem méltó az emberhez. Sokféle fogadtatás várta. Volt, aki nyíltan a szemébe vigyorgott, a másik haragra gerjedt, és kijelentette, hogy ehhez másnak semmi köze. Ez az asszony nem tesz egyebet, mint vallásos gyülekezetekbe jár, és aztán tessék, lássék, bekukkant a légbe, csak annyira, hogy ne kelljen belefulladnia a kozba. Hartikeinen asszonynak gyakran heves harcot kellett vívnia azokkal, akik nagymasásból éltek, és gyanút fogtak, hogy a jövevény ki akarja venni szájukból a kenyeret. A rendőrök a papírjait kérték, és bizalmatlanok voltak. Több házban gúnyosan nagymosást ajánlottak fel, amikor Hartikainen asszony miséjének megtartása után egy falat ennivalót kért. Ugyanis híven az ige hirdetőjének szokásához létfenntartásának gondját hallgatóira bízta. Tehát Hartikainen asszony tapasztalta minden hírnök és újító sorsát, Sőt, még azt is megérte, hogy becsukták, és egy rácsos ablakú házba vitték, ahol őrültségnek tartanak minden túlságosan meleg együttérzést embertársaink iránt, ha nem fűződik hozzá egyéni érdekek egészséges hajszolása. A fehér köpenyes fiatal orvos szívből nevetett Hartikainen asszony prédikációjának hallatára. Szavai ebben a tiszta szobában még nagyobb erővel bontakoztak ki, mivel a pápa szemes fiatal férfi fehér köpenye láttán Hartikainen asszony arra gyanakodott, hogy azt is légben mosták. Másként nem lett volna ennyire tiszta. A fiatalember még az ajtóhoz is odament, hogy hallgatónak behívja a másik orvost is, egy harminc év körüli asszonyt, akinek szintén vastag száró szemüveg ült az orrán. És Hartikainen asszony újra prédikált, teljes buzgalommal, még akkor is prédikált, amikor az ápolónők fürdőbe vitték, és kenőszappannal meg kefével tetőtől talpig lesikálták. Még prédikált, amikor ágyba fektették, és egy jól megtermett asszony bakelit csöveket szorított a halántékára. Aztán nem prédikált többé. Csak egy vakító villanást látott, amely mindent felrobbantott, és aztán semmi sem volt többé. Hartikainen asszony gyógyultan hagyta el az elmegyógyintézetet, amint papírjaira feljegyezték. De mi az egészség, és mi az őrültség? Hartikainen asszony hazatérése után nyomban felkerekedett, hogy bocsánatot kérjen mindazoktól a személyektől, akiket esetleg megsértett. És az emberek jól megértették, hogyan vadíthatta meg ezt a szegény asszonyt a szegénységgel vívott állandó küzdelem. Kegyesen elhitték Hartikainen asszony fogatkozásait, hogy ez volt az utolsó eset, amikor így elvesztette a fejét, és megértően új nagymosásokat ígértek neki. Így ért véget Hartikainen asszony meglehetősen rövid, ige hirdető pályafutása. Attól az áramütéstől kezdve visszasüllyedt a jelentéktelenségbe, amelyből egy pillanatra kiemelkedett, mint valami furcsa alakú fa. Talán nem is olyan különös ez az eset az ige hirdetésének történetében. De az elhangzott szó mégis különös hirdetője észre térhet, vagy meghalhat, de a szó él. Vagy talán nem így van ebben az esetben is. És szerte e széles finn hazában a lék mellett mosó asszonyok ma talán nem tekintenek hirtelen hátra a partmenti fenyőkre, mintha közülük valami búskomor szózat szállna fel.